Élőlánccal juttatták el beadványukat a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói az Alkotmánybírósághoz péntek reggel. Az oktatókkal közösen írt dokumentumban azt kérik a testülettől, hogy semmisítse meg az intézmény átalakításáról rendelkező törvényt. A diákok és a tanárok nyilatkozatát egy justíciának, vagyis az igazságszolgáltatás istennőjének öltözött hallgató olvasta fel. Alkotmányjogi panasszal élünk, mert a Színház és Filmművészetért Alapítvány létrehozó, egyetemünk autonómiájának elvételét jogi úton lehetővé tévő törvény több ponton sérti Magyarország alaptörvényét, így alkotmányellenes. A diákok beadványa szerint a törvény 4 ponton is sérti az alaptörvényt. Úgy látják, ellentétes a jogbiztonság elvével és a véleménynyilvánítás szabadságával. Sérti a diszkrimináció tilalmát, valamint a tanszabadságot és az autonómiát is. A törvényt, amely szerint a Színház és Filmművészeti Egyetem alapítványi formában működik tovább, július 3-án fogadta el az országgyűlés. Az egyetem szenátusa megjelölte, hogy kiket javasol az alapítvány kuratóriumába, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyetlen jelöltjüket sem fogadta el. A testület elnöke Vidnyánszky Attila lett. A kuratórium magához vonta az egyetem diákokból és tanárokból álló döntéshozó szervének a szenátusnak legfontosabb jogköreit. Ezután a szenátus és az egyetem teljes vezetése lemondott, a diákok pedig szeptember 1-én elfoglalták az egyetemet, ahová az azóta kinevezett kancellárt, Szarka Gábort sem engedték be. Szarka Gábor válaszul, először az internetet kapcsoltatta le, majd az Ódri színpadot és több termet is lezárt a diákok elől. Ma pedig ultimátumot adott nekik. Este 6 óráig el kell hagyniuk az egyetem épületét. A kancellár Novák Emil rektorhelyettessel közösen írt utasításában ezt az őszi szünet előrehozásával indokolta. A kiürítés pedig nem csak az oktatási épületekre vonatkozik, hanem a Vas utcai kollégiumra is, mert a koronavírus járványra hivatkozva itt fertőtlenítést rendeltek el. Az egyetem oktatói nyilatkozatban tiltakoztak a szerintük embertelen bánásmód és az oktatás ellehetetlenítése miatt. Az intézkedéseket pedig a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája is elítélte. Kerestük Szarka Gábort is, de nem reagált. Az állami hírügynökségnek azt mondta, nem kiürítésről van szó, csak az őszi szünet előrehozásáról, hogy idézem, ebből a kicsit pszichotikus állapotból a hallgatók kimozogjanak, hazamenjenek, beszélgessenek a szüleikkel, egy kicsit nyugodjanak meg. Adásunk kezdetekor a színművészetisek sajtótájékoztatót tartottak, ott van tudósítónk Kéri Barna. Mi lesz, hogy döntöttek? Maradnak, nem mennek el az egyetem épületéből, ezt döntötték, így határoztak odabent, és ezt jelentették be a sajtótájékoztatón néhány perccel ezelőtt ideként. Az egyetemisták szerint ugyanis sem járványügyi indoka, sem jogi alapja nincs annak, hogy el kellene hagyniuk az épületet, és ezt nem is tették meg 18 óráig, így lejárt a határidő. Ugyanakkor megerősítették az egyetem védelmét, megerősítették a blokkádot, és azt mondták, hogy egészen addig, amíg nem sikerül megnyugtatóan rendezni az egyetem autonómiáját, az egyetem függetlenségét. Barna, lehet-e arról valamit tudni, hogy mit lép erre a kancellár? Ez az, amit mindenki találhat, egyelőre semmi jelen nincs annak, hogy megpróbálnának erőszakkal más módon behatolni az épületbe, és ez nem is lenne könnyű, hiszen nagyon sokan vannak itt a Vas utcában. Rendőröket nem láttunk, az utca végét zárták le a forgalom elől, azért nem lehet közlekedni, annyian vannak. Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy odabent az egyetem munkatársa, az egyetem üzemeltetési munkatársai végigjárják a szobákat, a kollégiumi szobákat, és arra kérik az ott lévőket, hogy hagyják el a kollégiumot, hagyják el az épületet, de ennek a felkérésnek nem tesznek eleget. Azt találgatják most odabent és idekint, hogy mi lehet a következő lépés. Ezt senki nem tudja, van, aki arra készül, hogy éjszaka próbálnak majd meg behatolni az épületbe, de ennek egyelőre semmilyen jele nincs idekint. Barna, köszönjük szépen!